jobb sárvédő, hátsó sárvédő, ami elakadt a villanyoszlopba. Tulajdonképpen a tükör az, hogy mikor tört le, az rejtély. Azt mutatja Molnár Gábor, hogy milyen sérülések keletkeztek az autóján, amikor ellopták tőle. Az ikrényi férfinek péntekre viradóra vitték el a kocsiját a háza elől. Azt mondta, semmit sem vettek észre. Amikor látta, hogy nincs meg az autó, először azt gondolta, hogy a fia vitte el, később kezdett el gyanakodni. A tolvaj nem bírta betenni lükverzbe a gépkocsit, és valószínűleg egyesből indult, és beugratott a garázskapun. Hát tulajdonképpen majdnem az, hogy a garázskapu nagyobb kár lett, mint maga az autó értéke. Utána akkor elkezdett, hogy megtalálta a lükvercet, tolatott, akkor viszont meg neki ment a mögöttünk levő villanyoszlopnak. A tolvaj az egyes főút felé indult, de nem jutott messzire, alig 50 kilométert tudott megtenni. A férfi idáig Komárom határáig jutott el a lopott autóval, itt fogyott ki belőle ugyanis a benzin. Letért az egyes főútról, majd itt hagyta magára az autót. Még bemászott egy telephelyre is, de onnan nem lopott el semmit. Innen gyalog ment tovább Komárom belvárosa felé. Komáromban azután egy másik autót is elkötött, de látta, hogy abban sincs elég üzemanyag. Ezért egy áruház parkolójába hajtott, és itt próbált szerezni egy harmadik kocsit. Akkor fülelték le a járőrök, amikor megpróbálta kinyitni a kiszemelt autó ajtaját. A 19 éves férfi elmondta a rendőröknek, hogy el akarta tulajdonítani a gépjárművet. Ezt követően az egyenruhások átvizsgálták a parkolót, melynek során egy nyitott ajtajú gépkocsira lettek figyelmesek. A gyanúsított bevallotta a rendőröknek, hogy a gépjárművet korábban ő tulajdonította el egy komáromi családi ház elől. Megtalálták nála az ikrényből ellopott autó forgalmiát is. Ezeken a rendőrségi felvételeken az látszik, amikor Molnár Gábor visszakapta az autója kulcsait és a papírokat. A lopással gyanúsított férfit azóta előzetes letartóztatásba helyezték, és a másik két autót is visszaadták tulajdonosának.